A Water Protection elnevezésű projekt az egyik legnagyobb értékű IPA pályázat, összértéke több mint 1 millió euró. Ebből 90% maradt Ada községben, 10% pedig a határon túli partnertelepülésen, Mórahalmon valósult meg. Bojan Pajtić, a tartományi kormányelnöke az uniós támogatási lehetőségek kiaknázását hangsúlyozta. Vojvodina je do sada uspevala da iskoristi čak 97% evropskih fondova, što je više nego većina regija na našem kontinentu. To smo uspeli povezivanjem svih faktora. Ubezbedili smo kroz fond za razvoj Vojvodine mogućnost da svaka opština u Vojvodini učestvuje u programima Evropske unije. Mi smo izgradili ovde sekundarnu mrežu, obezbedili kroz fond za razvoj sredstva da opština zajedno sa Mórahalom, opštinom iz Mađarske, realizuje ovaj projekat. A kiépített szennyvíztisztító berendezés korszerű technológián alapul, minden Európai Uniós szabványnak megfelel. A hozzátartozó szennyvízelvezető rendszer kiépítése is folyamatban van. Rá fogjuk kapcsolni azokat a háztartásokat Adán és Moholon egyaránt, ahol már ki van építve a szekundáris hálózat, illetve a következő év legelejétől kezdenénk bele a szekundáris hálózat további bővítésébe, és 2016 elejére le tudnánk fedni mind Mohol, mind adatelepülést szekundáris hálózat terén, mégpedig 100%-ban. A most átadott szennyvíztisztító az adai és a moholi háztartások mellett az ipari zóna szennyvizét is megtisztítja majd. A próbaüzem 15 nap múlva kezdődik.